2011. szeptember 12-e van máma. Rolandról beszélgetek el, aki nem is olyan régen Erdélyben járt nálom humoros karácsonypollal. Mint proféta többször beszéltem neki arról, hogy hogyan is éltek régebb az emberek, milyen életforma is létezett tulajdonképpen régebb. Most erről szeretnék ízelítőleg egy pár gondolatot elmondani, hogy hogyan is volt egy régebbi időkben egy porta, egy olyan porta, ahol egy család élt, amikor azt tudjuk mondani, hogy a család által szülőkből, gyermekekből, a nagymamából, a nagytatából, tehát valójában egy ilyen családról van szó. Hát a mai korban erről már nem igen lehet beszélni, nagyon ritka az ilyen eset. Először is el szeretném mondani azt, hogy a régebbi időkben egy porta úgy nézett ki, hogy ha bementél a kapun, akkor azt láthattad, hogy az udvarban benn mennyi minden található. Vagyis gondolok arra, hogy volt a kisház, ahol laktak, mert nem voltak ilyen nagy-nagy házak akkoriban. A háznál érdekességként említem meg, hogy külön kisház rész volt az idősebbek számára, amely mindig generációk szerint cserélődött, tehát mindig az idősebb korosztály került a kisebb házba, a fiatalabbak pedig mindig a nagyobb lakásokat foglalták el. Az udvaron belül berendezések érdekesek voltak, vagyis mondhatom úgy, hogy el volt helyezve nagyon érdekesen kemence, ahol kenyeret sütöttek. A mi vidékünkön annak idején 6 kenyeres kemencék léteztek, vagyis 6 kenyeret sütöttek a háziasszonok, és ezeket a kenyereket kovásztól készítették el, fűzfa tekenők voltak mi nálunk felé, és ezekben a tekenőkben az anyák megdagasztották a lisztet, amelyet ügyesen átdagasztottak, délután megkezdődött, egész éjszak hagyták, hogy kelljen, és másnap délután 1-2 óra felé újra dagasztva tették be a kemencében, és általánosságban az volt jellemző, hogy 2 órát sült a kenyér. Ezek igazi házi kenyerek voltak, nálunk felé burgonyát is tettek bele, úgy mondták, hogy burgonyos kenyér, vagyis a mi vidékünkkel, hogy pityukás kenyér. Így készült el a kenyér. Ha arra gondolok, hogy mitől volt nyugodt egy család azokban az időkben, akkor azt mondom, hogy igen, az udvaron volt külön rész bekerítve, ahol majorság volt, úgymond tyúkok voltak, csirkék voltak. Itt lehetett csirke 50 vagy 100 darab, és ez volt az, amit biztosította, hogy egész év folyamán tojás volt. Tulajdonképpen ismert volt, hogy nyáron a tyúkok többet tojtak, télen meg kevesebbet. Ezt úgy oldották meg a régi időkben, hogy a nyáron a többlet tojást megitték a kamerában, ahol égetett edények léteztek. Az égetett edényekben berakták a tojást, tojásokat, és metet töltöttek rá, hígmetet, és ebben a mézben tartósították a tojásokat, és így folyamatosan föltöltötték ezek az edényeket tojásokkal, attól függően, hogy mekkora volt a család. És téli időszakban, amikor nem töltöttek annyira tyúkok, akkor ezeket a tojásokat használták föl, kitették a mézből, kicsit lemosták, könnyen lemosható volt, és akkor ezt használták föl. Na most a régi időkben is megvolt a megosztás a népek között, voltak szegényebb családok, gazdagabb családok. Így például mondhatom, hogy a szegényebb családoknak általában kecskék voltak. Ahogy akkoriban hallottam én, 6 kecske volt legalább minimum egy családnak, ezek a kecskék ugye tejet is adtak, tavasszal még gidók lettek, általában a kecskének 2 gidója született, és akkor ezekkel tudtak elindulni a szegényebb réteg, tehát volt tej, volt tojás, hétvégeken levágtak egy-egy csirkét, és majd levágtak egy-egy gidót vagy kecskét, amikor úgy adatott, ezzel fotolták az ételeket. A továbbiakban szeretném megemlíteni azt, hogy ez az életforma, ahogyan éltek, vagyis volt kemence,
voltak csirkék, volt kecske, vagy a gazdagabb családoknál tehenek voltak, tehén vagy tehenek voltak, és akkor volt hogy lóféle is, amivel jártak a mezőren. Na most itt el szeretném mondani, hogy mindenki tudta azt, hogy mekkora helység kellett neki, terület kellett ahhoz, hogy megéljen. Például hány ár földre volt szüksége ahhoz, hogy egy család tudjon létezni. Azt is ügyen, hogy mennyi vannak a családból. Na most ha arra gondolok, hogy például búzát vetettek, akkor abban az időkben a szegényebbek sarrúval arattak, a gazdagabbak meg kaszával arattak, persze ez változó volt. Na most tudott dolog volt, hogy mennyi kalondjából mennyi búza lett, és akkor már ismerték, hogy mekkora területet vessenek be búzával, és akkor annak az arányában megvoltak ők egész évben kenyérrel, eutbicsítva. Ezt lekaszálták, sallóval learatták, a búzát pedig úgy mondjam, hogy kérjébe kötötték, és úgy hitték azok. Itten erről tudok mondani nagyon érdekes történetet, én most 60 éves ember vagyok, ez az eset 8-9 éves koromban történhetett meg, de nagyon-nagyon jó esemény, ha elmondom azok számára, akik máma már egy teljesen más világot élnek meg. Egy ismerőshöz mentem el gyerekkorban, az édesanyám küldött el valami értő, gyerekként, ahogy mondtam, 8-9 éves lehettem, és a férfi ember bent volt a gazdasági épületben, nálunk ezt csűrnek nevezik, tehát a gazdasági épület volt, és bent valamivel tapatolt. Én így gyerek bementem oda, hát látom, hogy csapkodja a földet. Mondom neki, hogy Ferenc bácsi maga mit csinál itt? Azt mondja, na gyere Dénes, én neked megmutatom. Hát ekkor láttam életemben legelőször és legutoljára azt a módszert, amit éveken át használtak az emberek. Vagyis, hogyan csépelték ki a búzát, hogyan verték ki a búzaszemet a kalászból. És ez úgy történt, hogy a kévét lefektette a fűzre, egy kévét, ami ezt volt beszélni kötözve, nemrég állott arrakva, lefektette a fűzre, persze a fűz nem volt semmi sem, csak a maga sima fűz volt, nagyon-nagyon kemény fűzés volt, és akkor egy hosszú fa volt, a fának a végére bőrrel kétfelül rá volt erősítve egy rövidebb fa, mondjuk a hosszú fa, mi máma gerebélyére gondoljunk, és egy olyan 60 centis, 65 centis hosszú fa, mert külön mozog szabadon rajta, két bőrrel kétfelül megerősítve, és az a folyamatosan körbeforgatással üti oda a főzőt, és úgy megy hosszan a búzakalátokon, befele, meg lassan kifele, meg visszafelé, és így kiverte a búzaszemeket a kalászból. Na most, ha még hosszú ment egy pászor rajta, tudta, hogy készen van, akkor megrázta még egy cikrát, és akkor tette félre, vette a másikot. Egy idő után ezt a seppivel összesepeltem a földről, persze amikor összesepeltem, abban belekerült pej, abban belekerült por, mindenféle, és egy fából készítette, cseberbe tette vele, mert akkoriban minden még nagyon fából volt, tehát fából készített hasonló, mondjuk mint egy mosdótál volt, csak nem mosdótál volt, hanem fából volt, és teljesen függőleges volt körben, még ami összefogta, az az abroncs is fából volt. Nagyon ügyes emberek csináltak akkor ezeket a dolgokat. Különböző megnevezések voltak, dézsma, meg véka, meg kupa, meg ilyen megnevezések léteztek akkoriban. Na most ebben beleöntötte a lapátra fővéve ezt a búzát, amit a főző fősepet, persze ebben mindenféle volt, por, fejben mindenféle volt, de beleöntötte együtt az egészet egy helyre, bejött a felesége, egy nagyon szita volt neki, a szitanak az átmérője lehetett, amíg 60 centis, ha nem több, de 60 centi biztos volt, jó nagy szita volt, az is teljesen úgy mondjam, hogy fából volt csinálva körben, szépen hasított fa volt, és akkoriban a legjobb citát a szitakötők lószőrből készítették. Tehát a lószőrből, lónak a farkában lévő szőrből, és amivel hosszú volt, a szitakötők abból csinálták a nagyon értékes szitákot. Ebben a szitában öntötte felé az anya, a nő, a feleségének, az embernek a búzát, a szemetes búzát, belöntötte, hogy kiment vele az udvarra. Tehát kimentem én is vele az udvarra, és néztem, hogy az öppi nénink hogyan dolgozik. Na most ő azt csinálta, hogy szüntelen mozgott ezt a szitát, hol balra, hol jobbra, meg fújta is időnként, és kiszedegette belőle a nem odajáró magvakat,
Ahogy mondta nekem, akkor jól emlékszem, azt mondta, hogy én az akkor jó csinálni, amikor egy kis a szél fúj, mert a szél is még segít abban, hogy kivigyed belőle a könnyű dolgokat. Egy pár mozdulat után annyira megtisztult a búzom, hogy valójában gyönyörű szép búza maradt csak a fitám, ami könnyű volt, az a szél elvitte, vagy éppenséggel olyan ma került, mert ő szedte ki. Szinte lehet mondani, hogy literenként pucolta át az egészet, amit megpucolt és tisztelt, azt ott kiöntötte az udvaron egy ilyen szöttes volt letelítve a földre, arra szöttes öntötte rá, és a nap sütötte, és akkor ez megszáradt. Valójában ebből lett az új kenyér, így mondjam. Nagyon érdekes történet ez, vagyis így mikor megszáradt, akkor vitték el a malomban, leőrölték, és azután bedagasztották a lisztet, és úgy készítették a kenyeret, hogy mondtam, tehát megdagasztották kovásszal, így nem dagasztották, a másiknak újra dagasztották, utána jó, meg kell, egész éjszaka kelt, és ebből készült egy jó házi kenyér, amely annyira friss volt, és annyira jó ízű volt, és mondtam azot, hogy a hadkenyér sokszor két heted is eltartott, hiszen nem minden nap ettek annyira kenyeret, a kenyere is az ünnepnek számított, elrészkor ettek kenyeret, hogy éppen mikor mentek a mezőre, vittek kenyeret, és mondtam azot, hogy ezek a kenyerek soha nem romlottak el. Tehát a kamarával előtték a földre, a fűszfatekenővel még megdagasztották, ott ki volt pucolva, és abba tették be a kenyereket, le volt akarva egy nagy fehér lepedővel, és a hatodik kenyeret, ha két hét múlva vették onnantól, a hatodik kenyér akkor is nagyon friss volt és finom volt. A szokás az volt, hogy amikor kivették a kemencéről, akkor a kenyereknek a külső karimáját leverték, a késnek a hátában nagy kés volt ezt ezen, leverték, de két kenyérét többről nem verték le, mert ez ugyanakkor tartósította is a kenyeret, hogy megmaradjon frissnek. Tehát az utolsó kérdés, amikor kivették a tekenőből, rá volt ugye takarva, mondtam, akkor várték le róla a külső héjat, és nagyon frissen volt a kenyér, de olyan, hogy elromolva, ilyen nem létezett. Olyan nem létezett, a kenyér elromlott. Itt még megjegyzem azt, hogy a levelt kenyér héjat, ami feketés volt, abban az időben az asszonyok megfőzték, hát kávét csináltak belőle, egy kicsi kesernyés volt az íze, de kávét használták az általában az átlag népek. Itt főleg talán a szegényebb rétegre gondolok, de ezek is mind általában nyugodt életet élő emberek voltak. Hiszen azt voltak nyugodtak, hogy megvolt a kenyér nekik, megvolt a tojás, megvolt a hús, és amit nem említettem meg, zöldséges volt minden háznál, tehát ők termesztették meg a hagymát, paradicsom, uborka, paprika, paszúj, tehát a kiskertben, házi kertben, háztáiban így nevezték, mindent megtermesztettek, és tudták azt, hogy mekkora egy család, miből mennyit kell termeszteni, ennyi hagymát fogyasztunk el, ennyi hagymát ültettünk, de mindig többet, mint amennyi kellett, mindent többet ültettek, és így volt biztosítva az, hogy például babból nagyon sokat ültettek, sokszor zsákszámra volt, és a zsákokban raktak bele a paszúj közé, tettek vele például diópalapit, vagy más egyéb olyan növényt, amely nem szeretett a bogarak, nem szerettek, és nem mentek bele a bogarakra. Például a búzát is szúszékban tartották, kihívták nálunk ezt, füstfa veszélyből fonták, nagy-nagy kosár volt, ki volt tapasztva sárral, meg volt száraz a sárra kitapasztva, és abba öntötték bele a búzát, a friss búzát, minden arat után körülbelül tettek el rend diófalapit, akkor megint öntöttek búzát, megint diófalapit, megint búzát, megint diófalapit, és így ötötték meg az egész szúszékot, ebben rengeteg búzát belé fért, de ellenben nem tudott megbavarosodni, mert a lapiek nem engedte meg, tehát a lapit nem szerették a bavarok, így, hogy több időt is elállt a búza. Tehát nagyon vigyáztak az emberek arra, hogy mit hogyan tárolnak el, gondolok, meg volt a módszer a búzának, meg volt a módszer a kukoricának, amit kint tároltak a kasokban, teljesen szabad az idegben, mert ott az egerek nem szerették. És akkor meg volt a paszújnak, és azt tették zsákokba, tették, így tettek bele, közé a lapikot tettek bele, és az emberek tudták azt, hogy ha valamelyik évben szűkebb évet is jelentkeztek, akkor ezekkel túlélték. Mindig volt bab nekik, mindig volt nekik kukorica, mindig volt nekik búza valamennyi, és akkor ezekkel is tudtak létezni. Tehát a nyugodt életet azt biztosított ezeknek az embereknek, hogy ők megtermeltek, ami nekik szükségük volt. Valójában azt is tudom mondani, és nagyon bátran merem mondani, hogy
annyira tudott egy falu közösség létezni, hogy időnként azt lehet mondani, hogy szinte-szinte a faluból el se kellett menni, ők magukat föntartották. Szinte mondtam, hogy önállatok voltak. Én emlékszem gyerekkoromban, én 51-ben születtem, 50-es években még, tehát 7-8 éves lehettem, talán még 6 is, amikor egy fazékot kimentem az utcába, egy férfi ember jött szekérrel, egy nagy lába volt rajta, és tartottam a fazakat, édesanyám küzdött, és a fazékba merte belé a sós levet. Tehát az volt a só. Tehát nem úgy, mi már, hogy elmegyünk az üzletbe és kérünk sót, akkor így volt a só, sós kutak léteztek, és onnan hozták a sós vizet, és sós vizet sóztok. Na most például, amikor, mivel nem volt cukor, én említek arra, nagy fazékot vettél a kályhára, és a fazékba belerúgt félszeletelre cukorrépa szeletek voltak, és ezt főzték meg az asszonyok, és szirup volt, ezzel édesítettek. Na most, mivel ezt is ők csinálták, akkor almát tettek be, és almába csináltak almátetet. Tehát az akkoripor, úgy mondjam, asszonai nagyon sok mindenhez értettek. Csináltak ezetet, csináltak cukrot, sóslével főztek, édesítettek, tehát voltak módszerek, valójában be voltak rendezkedve arra, hogy hogyan is kell élni. Emlékszek arra, hogy a kertünkben sok alma volt, édesanyám az almát főszeletőrte, kivette a nagyját, lehantotta a héját, és fölfűztetél nára. Főultak ezek a kötések, amely 25-30 centi hosszúságú kötések voltak, körbe voltak rajta ezek a főszeletelt almák, rudakra voltak főrakva, úgy csüntek a rúdon, és ezek főultak térve a parlásra, és a parlás térben még füst is volt, akkor ezek úgy megasszonyultak, és akkor ezt a télen lehetett elérni, ebből csinálták az almalevest. Ugyanígy csinálták a szilvával is például, azt is megasszalták. Na most az őszi időkben, amikor például kenyeret sütöttek, kenyérsütés után berakták a kemencékbe például a körtét, vagy berakták a szilvát, ahol nagyon-nagyon jól megasszalozott, és nagyon egészségesek voltak ezek a gyümölcsök asszalva, elraktározták, és télen ezeket vették elé. Én úgy érzem, hogy amit elmondtam itt Dióhéjban, ez mind arról van, hogy igenis az ezelőtt emberek nem is olyan túl régen, nagyon sok mindenhez értettek, és ha azt mondom, hogy máma, mint profita, mint földi ember, aki már 60 évén túl van, nagyon-nagyon furcsának találom azt, amikor a falusi ember bemegy az üzletben, ott megveszi a tojást, ott megveszi a hagymát, megveszi a sárgalépát. Maradt egy kérdés akkor, hogy hát akkor hogyan is élünk, miközben arról panaszkodik, hogy milyen nehéz lett már az élet. De ha elmegyek a portáljon mellett, vagy a portál előző éppensége bemegyek hozzá, akkor azt látom, hogy bizony már nem gazdálkodik, bizony már elfelejtett, hogy hogyan csináltak édesanyjaink, hogy nagymamáink, hogyan gazdálkodtak a kertben, és ez most már nagyon nagy baj, mert hiszen ezek voltak az eredeti ízek, ételek. Az eredeti étel, vagyis, a volt a jó finom házi kenyér, levágták a disznó, csináltak korbát, csak például, az volt a jó házi korbát, még valogatták ki a húst, ők örülték bele a fokhagymát, ám is, beleraktak, borsot. Nagyon-nagyon finom házi korbátok voltak ezek. És akkor mondhatnám azt, hogy ott voltak a jó házi tojások, ott volt a jó házi tej. Ezek mind természetesek voltak, tehát másképpen táplálkoztak akkor az emberek. És a kamara akkor egy igazi kamara volt. Tehát ha egy anya körbenézett a portán, akkor mit látott? Azt látta, hogy van itt kemény szekenyérnek, itt van tyúk tojásnak és húsnak, itt van kecske vagy terén tejnek, külön volt a farakással a fászínű, tegyére a fa, és akkor azt látta, hogy nyugodtan lehet lenni. Vagyis nyugodtan lehetett még a 8-9. Vagy a 10. gyerek is. Nem értek meg akkor, hogy több gyerek lett, hiszen az élet másképpen volt beállítva, másképpen volt a berendezkedve. Mai korban pedig azt mondom, hogy egy nyugtalanság volt. Mert az üzletben vásárolják meg azt, amit szükséges az ételre, az élelemhez, a megélhetéshez, és ilyenkor nyugtra annak, hogy mi lesz akkor, ha holnap nem lesz el pénzem. Igen, tehát azért van a nyugtalanság a mai körre emberénél, főleg fiataljainál, hogy mi lesz akkor, ha munkanélkül maradtam, mi lesz akkor, ha
nem fogom megkeresni napi pénzemet, amivel megvettem a kenyeremet, az élelmemet, nem tudom most törleszteni az adósságaimat, és ez mindig egy bizonyos stresszet vált ki az emberekben, főleg a fiatalokban, és mondom azt, hogy valahol itt elmaradt ezért a gyerekvállalás is, mert hát ilyen lett a világ. Hát igen, valójában ez egy kényelemnek az a része, amikor valaki megfizeti a kényelmet, azt a kényelmet, amit megél, amikor már nem gazdálkodik, még akkor sem, ha van lehetősége. Én, mint próféta, hogy hosszan megyek az országhatárokon, azt láthatom, hogy igenis az emberek már nem azt élik meg, mint volt régen, persze, de egyet is értek, hiszen van fejlődés, mondhatom, hogy már most televízió, internet, telefonok, meg ilyen dolgok jelentek meg, az autóvilág, tehát egy teljesen más életformát főz. Persze, mondhatom, hogy ennek a maikor embere nagy árat fizet, mert azt lehet látni, hogy bizony-bizony az emberek elbetegesedtek, azt lehet látni, hogy nagyon sokan járják az orvosokat, a kórházakat, és ha azt mondom, mint proféta, hogy minden betegség valahol lelki eredeti, akkor ebben megmondtam a tiszt igazságot. Nyugtalanság, az idegeskedés, hogy hogyan is lesz holnap. De ha visszagondolok arra, hogyan éltek elődeink, akkor azt mondom, hogy ezekből még máma is lehetne átvenni jó példákat, lehetne átvenni. Nagyon sok embernek máma is meg volna lehetősége arra, hogy a kertében zöldséges tartson, hogy legyen tyúkja neki, hogy legyen kecskó éppensége tenje. Nagyon sokan megtehetnék, de nem ezt teszik meg. Például nem is olyan régen, itt jártam Nagykát a környékén, Tápiósárnak, és egy faluban megálltam a kismotrommal, és mindjárton megálltam, ott egy családi ház volt, egy korombeli, 60 év körüli ember jött oda a kerthez, dohányzott, tudok a kutyai udvaron, megfolytottam, elmondtam, hogy én honnan vagyok, ki vagyok, proféta vagyok, miről szólt én életútam, és megkérdeztem többek között, hogy hogyan van ő, hogyan lássa az életet máma. Hát levegőt vett, majd nagy keserves szívvel mondta el, hogy ilyen nehéz az élet itt Magyarországon soha nem volt, mint most. Meghallgattam, ránéztem, és mind proféta határozottan mondtam neki a következőt. Nézze, ember! A kutyákat az udvaráról rakja ki, jó nagy udvara van, rakja ki, ássa fel, veteményezze be, tegyen zöldséget a kertébe, paradicsom, hagymú, borka, még stb. Ide csináljon egy jó tyúkedletet, 30-40 darab tyúkot tartson, a cigarettát, a dohányzást hagyja, abba tegye le, többen ne dohányozzon, és kezdem dolgozni a kertjében, etesse a tyúkokat, és nézze meg, hogy az élete mindjárt meg fog változni. Hát úgy nézett rám ez az ember, mintha a Holdról érkeztem volna. Pedig teljesen igazán volt. Teljesen. Akkor a portál, hogy szép nagy portál volt. Ha felét bevetette volna a zöldségessel, a másik felébe termesztett volna takarmányfőt a tyúkoknak, kérem szépen, azt mondom, megvan élve, megvan a zöldségem, megvan a tojásom, időnként levág egy-egy tyúkot, elhagyja a cigarettát a dohányzást, mert megint elég sokba kerül, drága a dohány, teljesen más életet tudna élni. Sőt, a megkapott tojásokból el is tudna adni, mert minden biztos nem menjen meg a tojásokat, ha több zöldséget termelt, eladnak, abban is még, abban is jönne valami, és már is más életformát élne még. De én nem ezt csináljam, mint az átlagosan nagyon sokan ezt teszik, ott van az udvara, szabadon van hagyva, nem műveli meg ezzel, nem törődik, kutyákat tartanak, dohányoznak, és akkor panaszkodnak arra, hogy ez az élet mennyire nehéz. Nem azért néz az élet, mert ezt így csinálták történetesen valaki, hanem azért, mert az emberek elkényelmesedtek. Elhagytak nagyon-nagyon jó értékes, régi szokásokat, módszereket, amelyet már is lehetne gyakorolni, csak erre rá kéne figyelni, és ezt kicsit úgy mondjam, mint proféta, divatba kéne újból hozni. Divat legyen a zöldséges, legyen divat az, hogy most megint van, úgy mondjam, kenincénk és sütünk kenyeret. Még egy dolgot szeretnék nagyon elmondani, mert én úgy érzem, hogy evelni tartozok az utókornak, hogy ezt a történetet elmondjam.
86 éves unokatestvérem, első unokatestvérem mondta nekem, hogy amikor ő még gyerek volt, az én szülőfalomban, vagyis Homorod Karácsonfalván még létezett olyan ház, hogy a házban benn hasonlatos építmény volt, mint a keményszent, a fölépített része pedig a ház középen följel kiment, ott ment ki a füst. Tehát azt mondjuk, hogy keményszentnek van a kéménye. Na most, ahogy nekem ő elmagyarázta, körülbelül 3 méteres fákig belültek a házban, ez úgy volt építve, hogy a bejárati ajtóval szemben volt mindig. Vagyis a fát nem akarották fenni máma, hogy a körlapítsák, hogy berakják a kertbe, becsukják az ajtót, hanem a fát hosszúba vitték be a házban, le volt téve a földre, a régen be volt rakva a keményszent féliben, így mondjam, és ott volt a fölfelé építve a füstnek, ami persze kivezetett a mennyezeten. Na most ennek több szerepe volt. Az egyik az volt, hogy melegítsen, ha szükség volt erre, hidegebb időkben. Tehát ott égett a tűz, és folyamatosan a házgyak, az asszon, vagy a férfi, vagy éppenséggel a gyerek mindig elé tették a fát, ahogy égett. Tehát melegített, világított, és azon főztek. Tehát ha arra gondolok, hogy a tűznek mekkora óriási szerepe volt, és hogy ő magyarázta nekem, hogy gyerekként, amikor hazament a mezőről, akkor az a faluban megérkezett, be a házak közé beérkezett, akkor mindjárt körben néztek, ő is más is, hogy melyik háznak a teteje füstöl. És akkor volt valamilyen edényféle, hogy éppen égetett valamilyen agyagedény, és azzal mentek hamar ahhoz a házhoz, és onnantól kértek úgy mondjam, szenet. Tehát szenet kértek azért, hogy hazavitték, és akkor az a gyűzött a tüzet. Tehát nem volt az a gyufa világ, mint máma hogyan van, teljesen másképpen volt. Tehát ez is létezett. Valamikor, amikor a fát világítani, melegíteni és főzni is használták. De ezt én már nem értem meg, ezt ő mondta, magyarázta nekem, 86 és unokatestvérem, ő még gyerekkorában ezzel találkozott, később persze a faluból el is eltűnt. De hiszek abban, hogy sok éven át ilyen létezhetett. Amen. Igen. Tehát én úgy érzem, hogy úgy Dióhéjban el is mondtam, hogy hogyan is kellene élni, hogyan vagyis, hogyan is volt régen. Én hiszek abban, hogy ha valaki valóban Istenek tetszélete szeretne élni, akkor az a természetességet keresi, az akkor másképpen éli meg az életet falun vagy tanyán, hiszen erre mám is nagyon lehetősége volt. Valóban nagy lehetősége van. Nagyon sok faluban jártam, ahol üres házak vannak, eladók vannak, elnéztek az emberek. Tanyák vannak, ahol mindig vannak eladó helyek. De az emberek még mindig nem ébredtek föl arra, hogy a természetben kint élni, ott lakni kint, valahol egy tanyán vagy egy falun. Ott kelni fel, hogy udvarban, egy kertes házban, kimenni az udvarra, fölnézni az égre, és állandó jelleggel mondhatom úgy, hogy együtt érezni a teremtőnkkel. Minden reggel látni napot, hogy följön, vagy éppenséggel, ahogy lenyugszik. Én hiszem azt, mint proféta, hogy máma is a nap az égre. Mindenkinek egyformán kell fel, és egyformán nyugszik le. A kérdés csak az, ki hogyan éli meg napjait? Ki hogyan gondolkozik azon el, hogy mennyire értékelte a múltat? Vagyis egy nagyon jó magyar beszéd van. Régen is használták ezt. Aki nem értékeli a múltat, az nem érdemli a jövőt. Amen.